Tavaszváró programok a Takács Péter úti oviban, helyreállították a református templom cserepeit, Kossuth díjat kapott Csíkos Sándor, támogatást kapnak a menekülteket foglalkoztatók. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 22-én 18 óra 5 perckor. A Takács Péter úti óvodában Posztósné Kovács Éva tagóvoda vezetővel beszélgettünk. Az egyik csoportban jelmezekbe öltöztek, sajnos a szülők jelenléte nélkül, így őket a zárt csoportjukba tájékoztatják fotókkal a rendezvényekről, foglalkozásokról. A népi hagyományokat ápoljuk, és a népi hagyományok közül minél többet szeretnénk nekik megmutatni, velük megismertetni, és amiben lehet részt venni benne a gyerekeknek. Így aztán ezekben a napokban ezek a tevékenységek folytatódnak. A gyerekek hangulatán látszik a felfokozottság. A szülőkkel a kapcsolattartásunk az nagyon jól működik. Amikor a gyermekeket hozzák, viszik az óvodában, akkor személyes kapcsolatban tudunk velük lenni. Egy-egy rendezvényre viszont már őket nem engedhetjük be. De kialakult rendes módja van már annak, hogy hogyan tudjuk a zárt Facebook csoportokra föltenni ezeket az élményeket, megosztani a kedves szülőkkel. Ők várják és érdeklődéssel fogadják ezeket a képeket. A tavaszi rendezvényeket már az udvaron tartják, remélhetőleg erre már a szülőket is be tudják engedni. Legelőször is majd a húsvét ünnepkör következik. Ide nem jönnek be szülők, egyébként sem régebben sem jöttek be, ez egy zárt körű rendezvényünk. Egyik csoportban lévő fiúk megöntözik a másik csoportban lévő lányokat is, tehát ez egy délelőttöt felöl el. Ezt követi majd az anyák napja, a gyermeknap és a tanév zárása. Ezekre a rendezvényekre már remélhetően a szülőket is el tudjuk várni, úgy tudjuk megszervezni, hogy ők is jelen lehessenek. A járványhelyzet miatt a gyerekek felzárkóztatása zajlik. A hiányosságokat észlelték az óvónők, és az iskolába menő 10 gyermeket külön is fejlesztik. Láttuk a hiányosságokat, észleltük, amivel állunk szembe, erre számítottunk is. És mivel erre számítottunk is, a bejövő gyermekeket mindig követtük, és az ő képességeiket, amikor itt tudtak lenni, akkor fejlesztettük. A vezető ebben az évben legbüszkébb arra, hogy a családok igyekeztek óvodáztatni a gyerekeiket. Ebben az évben legbüszkébb arra vagyok, hogy a családok igyekeztek óvodáztatni a gyermekeiket. Másodszorban az óvoda ennek a kihívásnak meg tudott felelni. Harmadszor arra is nagyon büszke vagyok, hogy a csoportokban lévő munka, a tevékenységek felkínálása sok színű lett. Nem volt olyan programunk, amit nem tudtunk megvalósítani, vagy valami miatt el kellett, hogy egész nevelés évre halasszuk. Nagyon jól működő tehetségműhelyünk van, arra is nagyon büszke vagyok, és a gyerekeinkre is, mert ott megjelent már a digitalizáció a tehetségműhelyben, és ahogy a gyermekeinket ebbe bevezettük, kicsit meglepődve láttuk, hogy milyen sokat tudnak már ezek a 6-7 éves gyerekek. Korábban már beszámoltunk róla, hogy a viharos erejű szél milyen károkat okozott. A református templom tetejét is megrongálta, amit a napokban helyre is állítottak. Köszöntöm nézőnket, Konstibor Esperes úrral beszélgetünk itt a református templom előtt, hiszen aki jár erre, láthatja, hogy körbe van kerítve egy része. Miért volt erre szükség? Igen, folyamatosan kellett figyelnünk a körbekerítés, köszönöm a türelmet mindenkinek, többen felhívtak bennünket, hogy miért nem lehet a templom körül vagy mellett elmenni. Hát abból a helyzetből kifakadóan vagy fakadóan, ahogyan a Déri nénél is meg kellett tenni a körbekerítést, mert hogy veszélyes helyzet alakult ki. Bizonyára az elmúlt napokban a szélvihar többeknek okozott gondot odahaza, és el lehet képzelni, hogy ekkora felületnél, mint a nagy templomnak a tető szerkezete, az milyen károkat okozott, hiszen belekapott a 100 km fölötti viharos szél, és ennek köszönhetően nem tudom hány tucat cserép, kúpcserép jött le is, és sajnos úgy láttuk, hogy még nagyon sok olyan van, vagy volt, ami esetlegesen lehullhat.
ezért az önök védelmében kerítettük körül. Úgy néz ki, hogy viszont a végére érünk a reparálásnak. Föl kellett állványoznunk borzasztó költségek mellett, mert ez is egy sajátos helyzet, hogy nem tudunk kimenni a tetőszerkezetre a padlástérből. Föl kellett állványozni, körbe kellett állványozni a templomot, ezt látta minden kedves néző, és így kívülről kellett megoldanunk egyrészt a lehullott cserepeknek a pótlását, másrészt pedig az alatta lévő védőfóliának a kiegészítését, mert azt is megtépte. Meg volt, ahol a stablont is leszette, fallal együtt, tehát itt azért volt bőségesen. Nem beszélve még arról, hogy a régebbi ablakokat, amit nem lehet úgy zárni, mint a mai modernebbeket, hát ott bizony még azt is kicsapta, úgyhogy itt bőségesen volt feladat. Gondolom, hogy nagyságrendileg tudjuk csak megsatszolni, hogy körülbelül mekkora kárt okozott ez a vihar önöknek? Hát ez több milliós kár. Nem vagyunk még a végén, hiszen vannak kúpcserepek, ez is egy sajátos, de azt hiszem, hogy ez is mindenki számára ismert, hogy 2022-ben találni olyan kúpcserepet, ami ugyanolyan, mint a 2004-ben fölrakott, hát ez majdnem a lehetetlenség kategóriája. Úgyhogy még most egyelőre ott tartunk, hogy a vállalkozók Kecskeméttől Sárvárig keresik ezeket a kúpcserepeket, és akkor majd a végén lesz egy elszámlás, de ez több millió forint. Annyit tudok, hogy például csak az állványozás majdnem 5 millió. Hát akkor reméljük, hogy nem fog beázni még a templom, hiszen azt hiányozna még, hogy még emeli a kár mellé egy beázás is történjen. Igen, mert az mindenki tudja, hogy egy beázás az onnantól kezdve aztán évtizedeken keresztül fog dolgozni, hát nem kell nagyon visszamenni az időbe, hogy volt már, amikor láttuk, hogy egy beázást követően micsoda sárga foltok, barna foltok jelennek meg az egyébként frissen felújított templomi belsőben. Hát ezt mindenképpen szeretnénk elkerülni, úgyhogy akár mennyibe is került, azért ezt az állványozást így gondoltuk értelmesnek, mert a beázás a sokkal nagyobb kár. És az, hogyha vannak esők, akkor meg értelemszerűen, mondom, poénnak szántam, de hát sajnos ez a valóság, hogy akkor mi kapunk belőle, hát ez a felület, ez meg aztán össze is gyűjti a vizet. A művészeti téren elért sikerei és Magyarország számára kivételesen értékes pályafutása elismeréseként március 14-én Kossuth díjat vett át Csíkos Sándor, kiváló és érdemes művész. Csíkos Sándor, Jászai Mari díjas színész, érdemes és kiváló művész 1941. október 28-án született Karcagon. 1965-ben végzett a Színház és Filmművészeti Főiskolán. Ezt követően 1969-ig a Miskolci Nemzeti Színház. 1969-től 1972-ig az Irodalmi Színpad tagja volt. 1972-74-ben a Debreceni Csokonai Színházban. 1974-1975 között a Győri Kisfaludi Színházban játszott. 1975-től 1984-ig ismét a Debreceni Színház művésze. Közben 1979-től 1984-ig a Debreceni Színjátszó Stúdió beszédoktatási tanára is volt. 1984 és 1993 között a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban dolgozott. 1990 és 93 között a színház igazgatója is volt. 1993 óta ismét a Debreceni Színház tagja. Több mint 5 évtizedes pályafutása során 200-nál is több szerepet játszott el. Egyike azon magyar színészeknek, akik a legtöbbször léptek színpadra, az Ember tragédiája Luciferjeként. A Csokonai Színház kiadásában 2021-ben jelent meg az eddigi gazdag életútját bemutató kötet Csíkos Sándor kulisszák nélkül címmel. 1987-ben Jászai Mari díjat kapott, 2004-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével tüntették ki. 2012-ben érdemes, 2017-ben kiváló művész lett. A kormány támogatást biztosít azoknak a munkaadóknak, akik menekültként érkező ukrán állampolgárokat foglalkoztatnak, és hosszú távon gondoskodnak a megfelelő szállásukról is. A kormány támogatást biztosít azoknak a munkaadóknak, amelyek menekültként érkező ukrán állampolgárokat foglalkoztatnak, és hosszú távon gondoskodnak a megfelelő szállásukról, valamint a munkahelyre történő eljutásokról, mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Karcag Televíziónak.
Szijjártó Péter kifejtette, a feltételeket teljesítő vállalatok havonta 60 ezer forint támogatást kapnak a menekültként érkező ukrán állampolgárok foglalkoztatása esetén, míg gyermekeik után további 12 ezer forint jár nekik. A tárcavezető aláhúzta, a következő időszakban újabb és újabb menekült hullámokra kell számítani. Nagyon nehéz a lehetséges gazdasági hatásokat még elemezni, az egészen biztosan, hogy nem lesznek pozitív a hatások az európai gazdaságra nézvést, hiszen hogyha háború van egy kontinensen, az nyilvánvalóan nem segíti gazdaság teljesítményének növekedését. Ráadásul, ami most zajlik a szankciókkal, vagy a szankciók egyik következményeként, az a kontinens keleti és nyugati fele közötti gazdasági együttműködési szálak módszeres egyenkénti elvágása. Én nem tudom, hogy ezek a szövetek, ezek a szálak majd bármikor is a közeljövőben újra tudnak-e épülni, ha egyáltalán újra épülnek, akkor milyen mértékben, mekkora sérüléseket hagynak maguk után. Egyelőre nyilván nem is ennek van itt az ideje, hanem a béketeremtésnek, hogy elérjük, hogy minél előbb béke legyen a szomszédságban, hiszen a háború az a legrosszabb hír, a háború a legrosszabb forgatókönyv, a háború nem megoldás semmire. Emberek halnak meg, felesleges emberáldozatokat követel a háború, jól lenne ennek az egésznek véget vetni. Ugye ilyenkor világossá kell tenni, hogy mi a mi kötelességünk. A mi kötelességünk az, hogy biztosítsuk Magyarország kimaradását ebből a háborúból, és biztosítsuk azt, hogy ne a magyar emberekkel fizettessék meg ennek a háborúnak az árát. Mi magyarok teljes mértékben fel vagyunk készülve arra, hogy a növekvő számú menekülteket is befogadjuk, fogalmazott Szijjártó Péter. Kiemelte, munkalehetőséget fognak ajánlani azoknak, akik hosszabb ideig terveznek maradni, hiszen itt mi Magyarországon egy munkalapú társadalmat építettünk, ez egy kifejezetten sikeres vállalkozásunk volt. A miniszter szerint hosszabb távon itt maradó menekülteknek is az az érdekük, hogy ne segélyből éljenek, hanem legyen munkájuk. Azok az ukrajnai menekültek pedig, akik úgy döntenek, hogy dolgozni szeretnének, meg is kapják erre a lehetőséget. Szijjártó Péter hangsúlyozta, ez az országba menekülők mellett a magyarok és a magyar vállalatok érdekét is szolgálja. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!